Az inkubátor programot azért találtuk ki, hogy a fiatalok, az első filmesek el tudjanak indulni, és meg tudják csinálni az első filmjüket. Azt, hogy a hangjukat meg tudják találni, azt, hogy ki tudjanak lépni a porondra, ki tudjanak lépni a magyar közönség elé, a nemzetközi fesztiválok közönség elé, és lehet, hogy külföldi forgalmazásba is tudnak majd kerülni. Régóta egy alapvető hiány volt, hogy nem lehet elindulni igazából első filmesként, vagy legalábbis első filmesen nem lehet elindulni egy ilyen gondozott laboratóriumi program keretében, hanem úgy próbálkozhatni kell, visszadobják a könyvet, vagy első jut odáig, mert hogy nincs meg a bizalom. De ez alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a filmesek lehetőséget látnak az inkubátorprogramon, és a inkubátorprogram meg lehetőséget lát a filmesekben. Ez a 12 projekt, a 12 emberrel, vagy aki képviseli, az így összekovácsolja, tehát nagyon nehéz lenne kiemelni, mi mindegyikből szeretünk valamit. Van, aki jobban ad elő, van, aki kevésbé jól, de én remélem, hogy a közönség valahol átlát a prezentálásnak a minőségén, és azt fogják látni, hogy azt fogják nézni, hogy akarják ezt a filmet moziba látni, vagy nem. Nagyon örültem, hogy ez a lehetőség egyáltalán felmerült, és hogy utána, amikor bekerült a treatmentem a versenybe, akkor meg különösen hatalmas újongás volt a stúdióban. Összességében nagyon elégedett voltam a pitchek színvonalával, nagyon felkészültek voltak, nagyon komolyan vették, nagyon oda tették magukat, tehát ilyen felkészültségi szinten abszolút. Nyilván volt, aki gyakorlottabb pitchelő, de ez mindig egy csalóka dolog, van, akinek egyszerűen ez a kezében van, ez könnyen csinálja, van, aki soha nem válik igazán gyakorlott pitchelővé, mert nem az az alkatú ember, szóval ez egy nehéz műfaj, amikor tulajdonképpen talán a legszemélyesebb és legőszintébb mód az, ami igazán átsegíti a nem gyakorlott pitchelőket is. Nekem a legnagyobb sikerélmény az az, hogy láttam, hogy hogyan reagáltak a tervre, meg láttam a közönség reakcióit, hogy hogyan reagáltak egy pici részletre, és igazából úgy érzem, hogy oké, akkor ez működik. Tehát, hogy most bármi lesz az eredmény, de hogy ezt csinálom tovább, mert hogy működni fog. Mikor ezt kiírták, azt gondoltuk, hogy úristen, most így kitaláltak egy olyan programot, ami válaszol az összes igényünkre, igen, amit így mi első filmesként éreztünk, hogy így nincs tapasztalat, de nagyon csinálnánk, de nem sok pénzből, mert nagyon nagy a felelősség, és így nagyon megadják a keretet, úgyhogy... Abszolút hiánypótló. Nagyon hiánypótló. És főleg az, hogy van ez a folyamatos segítségnyújtás, hogy nem engedik el a kezünket, az nagyon nagy segítség. Nagyon kíváncsi vagyok a közönség szavazatára, mert ez az első olyan alkalom, amikor ebben a fázisban egy ekkora szakmai közönség bele tud szólni abba, hogy most tényleg melyik filmterv és melyik alkotó kapjon lehetőséget, mert azért ez a prezentáció szerintem arról is szólt, hogy az alkotók hogyan hitelesítik azokat a filmterveket, amik mondjuk írásban beérkeznek és mutatnak valahogy. Jó az, hogy ilyen nagyon gyorsan történnek a dolgok, tehát hogy egyik hónapról a másikra kiderül, hogy lesz-e film, vagy nem lesz. Mert például én a filmtermet 3 éve fejlesztem, és hogy egyszerűen, hogyha most még 2-3 évig várni kellene, az nem biztos, hogy jót tesz a filmnek. Úgyhogy szuper, szuper a dolog. Iszonyatosan örültem neki, hogy ezt kitalálták a filmalaposok. És hát nyilvánvalóan nekem szól, tehát az én generációmnak. Mostanra azt gondolom, hogy nagyon jól összeálltak, és szerintem egy nagyon színvonalas, nagyon sokoldalú és színes, és nagyon jó csomag lett most letéve így a szakma elé, és bízom benne, hogy mindenki fog tudni találni magának a saját ízlésének megfelelő projektet, amit szeretett, és aminek a támogatásáért tehet egy picit. Nagyon inspiráló, mert legalább összeszedtem magam, tehát az biztos, hogy hosszabb idő alatt született volna meg ez a treatment, hogyha nincsenek ezek a határidők, és nincs ez a lehetőség. És számomra nagyon szimpatikus volt, hogy kísérletező terveket is vártak. Nagyon sok kedvencem van ezek között, és így én szívem szerint mindegyiknek adnék esélyt. Animációnak is nagyon fontos, a dokumentumfilmnek, és a többi film is annyira a szívemhez nőtt, ugye így együtt voltunk, hogy nem is tudnék dönteni. Én remélem, hogy majd megkérdezik a mi véleményünket, ezt most így nem, mert szerintem, vagy hogy így, igen, megvan arról a véleményem, hogy mit kéne fejleszteni a továbbiakban. A zsűri mentor szerep összekeveredése nekem nem szerencsés, a közönségszavazástól is rettegek. Ez az első, tehát vannak bizonytalanságok, de
az is jó, hogy van hova fejleszteni szerintem ezt a dolgot. Majdnem mindenki abszolút jól teljesített, és jól eladta azt, amit meg akar valósítani. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy egyöntetően minden projekt jó, és mindegyik szuper. Vannak köztük az én megítélésem szerint nagyon erősek, és vannak gyengébbek, de mindenki tudta érvényesíteni, úgymond az akaratát, vagy az elképzelését a közönség előtt, legalábbis én ezt így éltem meg. Az a része a legfelszabadítóbb, hogy gyorsan lehet filmet készíteni, az, hogy mennyi pénzből, az nyilván még most kísérlet, hogy ebből lehet-e, ezt remélem. Remélem, mondjuk az én tervem az viszonylag egyszerűen megoldható, tehát abban bízom, hogy befér. Az is nagyon jó szerintem, hogy a szakma szavaz, meg az, hogy a közönség is, vagyis a zsűri is egy másik társaság, mint amilyen a nagy DB. Erősek voltak a pitchek, ugye mi találkoztunk párszor előtte, és nagyon izgultunk egymásért, de szerintem mindenki nagyon jól összeszedte. És az inkubátor pedig tényleg jó lehetőség, tehát már eddig eljutni is jó volt, mert már sokat tanultunk eleve. Nagyon jó, hogy ez van valószínűleg, hogy így adnak nem túl sok pénzt, és el lehet indulni. Nagyon furcsa dolog, hogy ilyen 5 percek alapján dől el, hogy egy film kap-e pénzt, vagy nem. 5 vagy 6 film megy tovább, de én biztos vagyok benne, hogy aki most nem kerül be, annak se kell így elásni a tervét, mert már nagyon izgalmasak, és lehet rajtuk tovább dolgozni más keretek között is. A következő projektek győzte. Játékfilm támogatást kapott itt az inkubátor program keretében, tehát 64 millió forintos támogatást, az Egy Nap című volt. Virágvölgy, szintén. A 7. alapában. A műanyag égbolt. 6 könnyű lecka. A Pinkfett című döntetőmetőt. Van egy olyan projekt, amit forgatókönyv fejlesztésbe hívunk, és ez pedig, ez a film alapnak egy külön díja, és ez pedig Szörcs Petra, Germán Nőgét című projektet.